Erdőszentgyörgy után Balavásáron is átadták az Esély egy jobb jövőért elnevezésű program keretében létrehozott szociális központot, amelynek célja a községben élő hátrányos helyzetű gyerekek támogatása. Haza menhet szívesen, és leülhet csendesen. Rövid műsorral készültek a gyerekek a Balavásári Szociális Központ átadására. A központ fő célja a községben élő hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációja, oktatásban való felzárkóztatása. Balaváson is elég komoly szociális problémákkal küzdünk, és ezeknek az ellensúlyozására, legyőzésére próbálunk erőfeszítéseket tenni. Ennek az erőfeszítésnek része a mai társszerződés partnerség keretében elinduló akció is. A község területén 681 gyerek él, közülük közel 90-en nem járnak rendszeresen iskolába. Az igazgató reméli, hogy a program nekik is segít majd. Amelyik iskoláknál ilyen programok működnek, tehát Fületelgésegresőn, ott jelentősen megnőtt a gyerekeknek az iskolai óra látogatása. Én remélem, hogy ezzel a projekttel ugyancsak meg tudunk fogni néhány gyereket, akik őszintén mondva hát hiányosan látogatják azért az óráinkat. Néhány gyerek már nagyon lelkesen várja, hogy a programok elkezdődjenek. Fogunk tanulni, fogunk játszani, és fogunk, amit nem tudunk, meg fogjunk tanulni. A központban a gyulafehérvári Caritas munkatársai fognak dolgozni, szociális munkások, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok, egyéni és csoportos tevékenységek is lesznek, de pedagógus képzés is fog folyni. Szeretnénk, hogyha ez egy olyan központ lenne, ahol egy szülő, egy pedagógus, egy gyermek a gondokkal, problémákkal küzdve bejöhet, viszont nem csak itt a központban, hanem a településen részt vesznek a kollégáink a munkába, kimennek hozzájuk, tehát terepmunka is fog folyni. A norvég alapú támogatással létrejött program keretében Gyulakúton és Magfalván is átadnak egy-egy központot.